A mai napon a menetalakzatokat vettük át, és kicsit, hogy keretbe helyezzük az egészet, a kísérelő jelenségre való reagálást gyakoroltuk. Az került előtérbe, hogy hogy tudják ezeket a már meglevő elméleti tudást gyakorlatban is átültetni. Egyáltalán nem bántam meg, hogy én ide jelentkeztem. Akkor is úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó tapasztalatszerzési lehetőség lesz, vagyis inkább azt hangsúlyoznám ki, hogy személyiségfejlesztő, és így, hogy itt járunk az ötödik héten, ez be is igazolódott. Az inspirált, hogy itt a Közszolgálati Egyetemen helyben el tudtam végezni ezt a képzést, és 5 hét alatt egy nyáron ezt véghez is tudtam vinni, nem kellett elutaznom máshová, egy olyan társaságban, akit ismerek. Rengeteg olyat tanultunk ezek a hetek során, amik szerintem a mindennapi életre is kivetíthetőek. Legelső sorban az egészségügyi ismeretek segíthetnek nekünk bármikor életet menteni. Ismerek is, itt közöttünk van egy ilyen ember, aki már elvégezte az alapkiképzést, és az ott elsajátított ismeretek segítségével megmentette valakinek az életét. Mivel biztonság és védelem politika szakon, nekünk vannak ilyen alapkatonai tárgyak, például tanultunk már térképészetet is, meg voltak ilyen harcászati ismeretek, amelyeket nem értettünk, mert csak elméletbe tanultunk. Itt meg már gyakorlatban is láthatjuk, hogy ez hogy működik, és sokkal nehezebb, mint amit itt gondolunk irodában, meg az asztalok mögött ülve. Azt gondolom, hogy akinek fontos a közössége, és úgy gondolja, hogy szeretne egy olyanban részt venni, mint nála nagyobb. Szerintem ez a tartalékos lét egy tökéletes alkalom arra, hogy kipróbálja magát, kap egy olyan tudást, amelyet a civil életben is fel tud használni, és teljesít egy olyan kihívást, amire büszke lehet az életében. Az egyes területvédelmi ezred nagyon hálás lehet, hogy megtapasztalhatta, hogy milyen ilyen ambíciózus fiatalokkal dolgozni, akik eleve érdekli a közszolgálatot. Azt látom, hogy nagyon sokat fejlődtek az 5 hét alatt. Ezen a héten ütközött ki, hogy még szerették volna, hogyha még hosszabb legyen az az alapkiképzés annak dacára, hogy ugye ez a nyári szünetből vett el, vagy sokan ugye pihentek volna. Abszolút példaértékű a többi fiatal számára, hogy a nyaruknak a nagy részét rááldozták erre a kiképzésre.